Ismét itt vagyunk a Fitbalanszon, most már sokat gyára, és itt elmehettem Debreceni Zita. Zita, hát egy magazin címlapján rajta vagy most, és hát az a felirat, hogy edz a pasiddal, na de te a sugárbőrös lányokkal szoktál esetleg együtt edzeni, hiszen ugye futsz, TRX-ezel. A sugárbőrös lányok azban mindig külön edzenek, mert nekünk, én mondjuk nagyon szeretek konditerembe járni, és nehéz súlyokat emelni, viszont a többiek nem annyira. Tehát mindenkinek megvan a saját kis sportja, amit így különösen szeret, de nem igazán passzolnak, hogyha mindenki külön edz. És hogyha már ilyen korán reggel van éppen most, te inkább az a lustálkodó fajta vagy, vagy aki reggel föl kell is elmegy edzeni, vagy azért néha elcsábulsz? Én nagyon szeretek aludni, illetve inkább azt mondanám, hogy én nagyon későn fekszem, ezért reggel nagyon nehéz a fel, nagyon nehezen kelek föl, nagyon rossz alvó vagyok egyébként, úgyhogy próbálom a reggeli időszakot inkább kihasználni, hogy amennyire lehet még lustálkodom, de észrevettem, hogyha viszont nagyon korán kelek, akkor már nem annyira nyúzott az arcom, és mondjuk van időm tényleg mindenre, úgyhogy én általában ilyen max. 8-9 körül szoktam kelni. Na hát, ha jól tudom, akkor a sugárbőrnek mostanában volt a fotózása. Azon gondolkodtunk pont, hogy ti ugye, mint tervezők, mind csinos, nagyon vékony modellek vagytok. Nálatok szempont egy újabb tervezésnél az, hogy esetleg egy testesebb lányoknak is jól álljon a ti kollekciótok? Volt már egyébként korábban olyan kollekció, ami főleg igazából ugyanami nagyon nőies formákra, nem ezek a mint én ilyen nagyon kis csontvazlányokat találtuk ki, és nem annyira kedvelték. Nem tudom miért, valamiért az a vonal az annyira nem ment. Úgyhogy most már kialakult, most már azért már 5 évet van a sugárbőrt, úgyhogy kialakult az, hogy tényleg melyik méretek is, és milyen formák a kedveltek. Úgyhogy vannak, amikor kismamák is veszik a ruháinkat, azok a visszajelzések, hogy mindenki nagyon szereti, és azok a méretek, amiket gyártunk, az mindenkire jó. És lehet valamit tudni az új kollekcióról? Most használtatok vendégtervezőt? Most a vendégtervezők azok ugyanazok, mint fél évvel ezelőtt, Tatár Csilla és Lola, illetve van egy szlovák modellány, Szonya, és most kihoztunk mindannyian egy olyan vonalat, ami igazából nagyon-nagyon dögös. Az én kollekciómban nem igazán lehet találni nagyon szexis vonalat, ez baj is egyébként, mert nagyon sokan keresnék, és most mindenkinél van egy ilyen 4-5 ruha, ami tényleg ilyen nagyon-nagyon dögös. Úgyhogy mindenki csinált erre külön fotósorozatot, nagyon mély dekoltált ruhák, nagyon mini, ilyen kis szexis vonal. És hogy végezetül árulj el egy kulisszatitkot, ugye neked fotós karriered is van, a saját márkátoknál te vagy a cég, a ház fotósa? Igen, a lányokat általában én fotózom. Most már becsatlakozott egy másik fotográfus is, illetve engem is kell, hogy valaki fotózzon, úgyhogy vannak most már plusz ilyen vendégfotográfusok, akik így besegítenek a munkába. Köszönjük szépen, jó sportolást, sziasztok!